Köszönöm szépen a szót. Most csatlakozva az Olnai Györgyhöz, mi is nagyon büszkén támogatjuk az Audit. Pont ahogy itt reggel volt, az András mondta, több mint 20 éve állunk a rendezvény mögött. És hát nagyon sok minden köti össze a vitorlássportot és az Audit. Ugye mind a kettő technikai sport, ahogy mondani szokták, és hát mind a kettőben a sebességet élvezzük és szeretjük. Úgyhogy ha így dióhéjban, egy mondatban kéne válaszolni, akkor én talán ezt a két dolgot emelném ki, és hogy hogyan is jelenünk meg idén, és mi történik. A vitorlás téren jelen lesz a szokásos standunk és kitelepülésünk. Itt idén megint csak reflektál arra, hogy ugye a képzelés egy hosszú távú verseny, és hát mi az elektromos autóink hatótávját folyamatosan növeljük. A kék szalag távja ugyanattól függ, hogy honnan és merről fúj a szél, és milyen hosszú utat tesznek meg a hajó. A mi legújabb kunyoncitrom modellünk, amit ki is állítunk a vitorlás téren, az már akár 600 km-es távot is képes egy töltéssel végigmenni. Úgyhogy elektromosan készülünk, és fenntartható, azaz környezetbarát módon, és hát jelen pillanatban a mi palettánknak ez a legkörnyezetbarátabb zászlós hajója. Amit minden évben megrendezünk, az az Audi Speed Challenge, ugyanis, hogy itt elnök úr is említette, az Audi egyébként 26-tól beszáll a Forma 1-be, ami ugye szintén a sebességről szól, és hát ugye a Forma 1-es hajóknak a versenyét, azaz a leggyorsabb hajóknak az Audi Speed Challenge versenyét hirdetjük meg. Erre a július 7-én kerül sor, korai utáni órákban széltől függően, de ez is mindig egy nagyon izgalmas verseny, és nagyon várjuk, hogy ki lesz a befutó, és ki nyeri ezt a speciális versenyt. Amit még biztosítunk, mint a Kékszalag mobilitási partnere, az a versenyzők számára egy Audi Shuttle szolgáltatás, amit Fűszfő és Tihan között a versenyzőknek ez nagyon sokszor jól szokott jönni, és ezzel is segítjük az ő mobilitásukat, illetve nagyon büszke szponzorai vagyunk hosszú évek óta az igazi rekordereknek. Itt két nevet is hagyom, mint csak hogy Ritkei Farkas, aki 13-szoros kékszalag győztes, illetve itt is van köztünk József Marci és a 50-50 csapata, velünk is több éve tartó együttműködésünk van. Köszönöm szépen, és nagyon jó szeret kívánunk a vitorlázóknak, és négy hét múlva találkozunk.